Ahogy az várható volt, az Egert átszelő kerékpárút hálózat most kiépülő szakaszai közül először az északi, felnémeti rész készül el. A vízmű telephelytől a Tárkányi patakon átvezető hídig az első aszfaltréteget már felvitték. Legutóbb, amikor itt voltunk a Tárkányi patak fölött a hídon, akkor még a híd szerkezeten ültem. Most már változott a helyzet, hiszen most már állunk, és ahogy azt lehet látni, itt van a borítás. És hogyha kinézünk balra, vissza Tárkány felé, akkor látjuk, hogy ott pedig már az aszfaltozás is majdnem kész. Ez még nem a teljes réteg, mert ahogy látom, ide még hiányzik egy kis szín, de nem soká ez is kész van. A felső kopóréteg mellett még a kerékpárút közvetlen környezetét kell kialakítani. A híd túloldalán az Egri útig még hiányzik az aszfaltréteg. Nem úgy a másik, nagylaposi oldalon. Az Egri úttól az Egerpatakon átívelő nagy hídig már mind a két aszfaltréteget felvitték. Jelenleg a híd vasszerkezetét a korlátot festik, de már itt is száraz lábbal és bicikli kerékkel átmehetünk a patak fölött, mert a járófelületet is ráhelyezték. A két patak találkozásánál az esőzések után némi földet magával vitt a Tárkányi patak, így itt a torkolatnál még bélelni kell a medret. Az Egerpatak szemben levő oldalánál hamarosan elkészülnek ugyanezzel a munkával. A nagylaposra kiérve mindkét irányban folytatódik az aszfaltozás, de Felnémet felé néhány méter után zúzott kövön lehet majd tovább haladni. A felnémeti bekötés a nagylaposi utca felé nem volt része a pályázatnak, ezt a város önerőből oldja majd meg. Délfelé viszont a fasor mellett egészen a körforgalomig a régi kerékpárútra rákötő rész kivételével végeztek az aszfaltozással.